Alekosz, nagyon magabiztos vagy, én kíváncsi vagyok, hogy az értékelésednél hogyan ítélnéd meg saját főztödet. Most megmutatjuk a nézőknek, kiderül tehát, hogy Alekosz hány pontot adna a maga teljesítményére, és az is kiderül, hogy a vendégeitől hány pontra számít. Aki annyira személyre szabja a vacsorát, mint ahogyan én, ez a figyelmesség önmagában nem lehet más, csak is 5 pont. Juliska, kérlek, kezd el! A Juliska annyira élvezte, hogy én körbe rajongom, ugrálom őt, itallal, étellel, jobbról, balról, előről, átulról, hogy nem lehet más, csak is 5 pont. Szinte tiszteletlenségnek élem azt meg, hogy nincs kenyér egy ilyen típusú előételhez. A desszertet szintúgy nem tudom, hogyan értékelni, hiszen vásároltad a boltba. Hát, most erre mit mondjak? Most rendhagyó módon még nem kérdezem meg a pontszámodat, mindenkitől meghallgatom az értékelést, és utána mindenkitől csak egy-egy pontot fogok kérdezni. Zsuzsi, te következel. Hát a Zsuzsát lenyűgözte az én zongorajátékom, amikor a pörköltet ette, és a nokedlit a villájára bökte, akkor valójában akkordokat bökött a villájára. Nem lehet más, csak is 5 pont. Nagyon sok hiányosság volt az estétben. A cukrás sütemény az gyalázatos hiba volt. Majd értékelem pontokban ezt az estét. Éva? Az Évának Balaton ide, Balaton oda. Ilyen jól nem érezte még magát, láttam, le volt barnulva, ki volt ragyogva, csinos volt, egyik férfinek sem öltözött ki így a nyáron, csak nekem. Nem lehet más, csak is 5 pont. Akkorát csalódtam most benned, komolyan mondom, hogy vérzik a szívem. Mindjárt elsírom magam, komolyan. Olyan hülye vagy, komolyan mondom. Tényleg sírom. Tényleg, de esküszöm nektek, azt akartam, hogy megnyerje. Mondtam, hogy vegyél kenyeret. Mondtam, hogy vegyél savanyúságot. Azt mondtad, hogy jól megcsinálom. Mondtam, hogy csinálj desszertet. Esküszöm nektek, gyerekek. De cuki vagy. És hát ott, nagy, rohadt nagyon csalódtam tényleg benned. Várjuk meg még, hogy Ati hogyan értékeli ezt a ma estét, és utána térünk rá pontokra. Hát a rapper úr, hát ő szerénykedett, alig tudta visszafogni magát, de valójában neki minden nagyon ízlett. Még repetázni akart volna a főételből is, csak hát nem akart a lányok előtt enni. Nem tudta visszafogni, türtőztetni magát. 5 pontot fog nekem adni, erről én kérem, meg vagyok győződve. Nekem is kicsit vérzik a szívem, mert ebbe több volt ebbe az estébe. Több volt. De jó tettem, nagyon. Nézzük meg, hogy ez pontokban mit jelent. Juliska, hány pontot adsz erre az estére? Nem, az estére 2 pontot szeretnénk adni. Zsuzsi, te következel. Alekosz, az estédre 5 pont helyett 2-t adok. Éva, a te pontod? Alekosz, erre az estére most tényleg nagyon csalódott vagyok, de erre csak 1 pontot tudok adni. Köszönöm. Ati? Én erre az estére 0, azaz 1, plusz 2, azaz 3. pontot szeretnék adni. Jó, hát ez azt jelenti, hogy Alekosznak a ma estére összesen 8 pontot adtatok. Picit szerintem csalódott vagy.